bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó? Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggel. Itt vagyunk ismételten fél hétkor Mihálovics Andrással. És Ács Gáborral jó reggelt kívánok én is. Mi ez a letargia? Nincs <laughs> letargia. <laughs> Nincs letargia. Valahogy kicsit dinamikusabb szoktál lenni így hajnali órán. Akkor meg Abszolút fog... dinamikus vagyok, Gábor, ne aggódj. Megpróbálok fölvidítani. Uh, ja, hogy nem kell, de akkor is Elmondok mondok egy történetet, mert hogy tegnap annyira no. megrázó, hát nem megrázó volt, hanem jó esett, találkoztam a legjófejebb bussofőrrel, tehát mármint, uh, hogy nem beszélt nagyon a utasokkal, illetve mindenkivel próbált beszélgetni, így dupla üvegen túl, és elvileg ugye nagy matrica is van, hogy menjen hátra az ember a buszon, és véletlenül is álljon a buszsofőr elé. De ez egy kis kisforgalmú járat volt, és már messziről integetett, illetve nem láttam, messziről integetett az utasoknak, akik a megállóba álltak. Valószínűleg azért, hogy már próbált egy jelbeszéddel kideríteni, hogy az utas visszaelezze, hogy akkor most fel akar-e szállni, vagy ne, megálljon, hova tegye az ajtót, stb. stb. Mindenkinek így beintegetett, aki felszállt, aki a hátul szállt fel, annak a tükrön keresztül kereste a szemkontaktust, úgyhogy nagyon jó volt látni, és volt. Egy lámpaváltást elbukott miatt, mert látta, hogy még szaladnak át, és simán megvárta őket, akik szépen megköszönték, mert még azt is hallottam, hogy magukba egy elmozsolták, hogy hát ez mindig ilyen jó fej, hát, mert ismerték is. <laughs> Valahogy 2021-ben ez, ez, ez ilyen kellemes meglepetés volt. Én még emlékszem arra piros hetes uh, sofőr, sofőrre, aki vég, akinél komoly aggodalmai voltak, hogy odaérünk-e. Uh, tehát uh, heves gesztikulációval és káromkodással kísért, uh, és a fél busz hallotta, ahogy uh, mindenkit a környezetében uh, hát elküldött melegebb éghajlatba, és így mentünk a, az asztóriától a körtérig, uh, de kétségtelenül gyorsan odaértünk, úgyhogy uh, az, az, az emlékezetes volt, úgyhogy Hmm, ilyen buszsafőrök is vannak, és nagyon jó volt látni. Úgyhogy igazából gondoltam, hogy akkor ezt megosztom veled meg a hallgatókkal. Leszne, Tegnapi Ez Tegnapi élmény. Ugye lesz szó? Hát igen, hogyha ilyen lenne. Igen, 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 igen. Na, szóval jó volt. És hogy... kinek a munkája, a hobbia és a többi és a többi, el lehet ezeket igen. mindent mondani? Úgy tűnik, hogy ő, ő ezt élvezte. Igen, igen. Nagyon helyesen, így könnyebb is a munkáját végezni az embernek a Azért nem helyezik át az ügyfélszolgálatra, tehát a, jó, hogyha a buszsafőrök között is van ilyen figura. Azt megeszi, megeszi az ügyfélszolgálat az embert, azt hallottam, úgyhogy <laughs> azt én csak kívánom senkinek sem. Jó. 2021. január 22-e van, Isten éltesse az artúrokat és a vincéket, nekünk is van egy artúr szakértőnk, Ugye kiberbiztonsági ügyekben Keleti Arthur szokott nekünk okosokat mondani, úgyhogy őt külön is hadd emeljem ki, és hadd köszöntsem a neve napja alkalmából. És azt elfelejtettük mondani, hogy 2021. január 22-e van, 6 óra 33 perc, és hát akkor ilyenkor nem fogjátok kitalálni, nem a január 21-ei és nem a január 23-ai, hanem a január 22 események eseményeknek nézünk utána. Például, hogy szegény Új-Zéland megrázkottat. Kezdete 1840-ben ezen a napon volt, hiszen az első angolt telepesek partra szálltak, a maorik meg nem tudták, hogy mi vár rájuk néhány évvel később, úgyhogy érdekes fejezete ez is a történelemnek. Aztán 1925 az első magyar kereszt szó rejtvény jelent meg a ma este hetilabban. Kristóf Károly alkotta meg ezt, úgyhogy a kereszt rejtvény, fejtésnek a magyar története itt kezdődött. Egyébként szerintem ma is, amennyi rejtvény újságot én látok, a standokon azt gondolom, hogy töretlen a népszerűsége a keresztrejtvényt fejtésnek. Van, amikor még olyan emberek is keresztrejtvényt fejtenek, akikem meglepődöm. Nem a telefonukkal bíbelődnek, hanem keresztrejtvényt fejtenek. Nagyon jó kis agytorna. Aztán 1984 az Apple televíziós reklámját bemutatják a 18. Super Bowl harmadik negyedévében, vagy negyedében. Bár tudnám, hogy mi volt abban a televíziós reklámban, de a szerkesztő ideírta, én meg nem vitatkozom. Aztán a One című számot mutatták még be ezen a napon 1989-ben, és azt is ideírták, hogy mázán 20 fokot mértek 2002-ben, 20 fokot. Hát nem leszünk, vagy nem voltunk messze tegnap tőle, tizenvalahány fokot láttam a hőmérőn, és most sem lesz olyan nagyon hideg, majd csak vasárnaptól. Igen. No, gondoltam, hogy sose át a terepet, de én tűngök szavaidon, úgyhogy a születésnaposok, hát nem, nem merek én Ingen vele szólni, Bár lesz, lesznek, akik mindkettőnknek fontosak, illetve hát igen, egy művész mindenképpen szerintem, de úgyhogy parancsolj. Cseh Tamás, Díjas, egy, magyar zenész, színész. Egyértelmű. 1943-ban, január 22-én született. Te indiánkodtál vele személyesen? Igen. Uh -huh. Sőt, én amikor elkezdtem az első táboromba, akkor vele együtt táboroztam. Mert ez ilyen tudnósonként van, hogy sose lehet tudni, hogy ki, ki kell, vagy hogy. Nem, akkor még én akkor újonc voltam, és az a törzs, ahol Cseh Tamás indiánozott, az a mi törzsünknek fele. Nem mondom, hogy ellensége, mert uh -huh. összeköt bennünket a síkság indián kultúra iránti szeretet. De ellenfele, és hát ez azóta se ford, de tavaly pont előfordulhatott volna, ha nem kellett volna a rádióban helytállnom azokon a napokon, amikor újra együtt táborozhattam volna ah, az ellenfeleinkkel, és hát akkor én egyből, egyből a mély Hát legközelebb a szabadságigényt kérjük hamarabb leadni, mert ez érkezési sorrendben allokálódik, és akkor nem fordulhat elő ilyen csúcs. Igen, úgyhogy én már tavaly decemberben leadtam az idei szabadságigényeimet. Igen, igen, észrevételeztük, amely a nyárnak a több mint a felét már elfoglalja, de majd teszünk, teszünk az ügy érdekében valamit közös erővel, szerintem. Igen. És egyébként... Uh, um, Azért, mert ő ott volt, ez változtatott bármit, bármit, bármin is, tehát mit tudom én, elővette a gitárteste, és akkor De, hogy letettétek is. Szigorúan a és pipa elszívódott, és... nem? Teljesen? Szigorúan tilos ilyeneket csinálni, ami 1860 és 1890 között nem létezett Amerikában, azt nem lehet használni meg pláne az indiánoknál nem létezett mert gitár talán létezett Amerikában akkor is nem vagyok hangszertörténész de, de az indiánok alig ha gitároztak maradjunk ennyiben uh -huh. úgyhogy ő ebbéli tevékenységét is hozzáigazította Aha. Ahhoz a hozzájátékhoz. az rendkívül komolyan veszik ezt a játékot tehát ilyenek nem férnek bele jó fiúk eddig indiánoztunk, de most olyan hangulatos itt a tábor tábortűznél akkor elmondom mondjuk a Moszkvatér vagy eldalolom a Moszkvatér vagy a vagy a fehér babák, vagy ilyesmit, nem, nem. Aha. Abszolút. Jó, oké. Na, kik vannak még születésnaposok, aztán visszatérünk a Tamáshoz természetesen. John Hurt, uh, Oscar díjas angol színész, ünnepli a születésnapját, Ezer, ja nem, ünnepelné, bocsáss meg, 2017-ben ő elhunyt. 1940-ben született Csonka János, magyar gépészmérnök előtt is tiszteleketünk, a Csonka Bláti Cipernovski tió tagja. 1852-ben, január 22-én született, és egy uh, nagy költő, George Byron is uh, évfordulós, ma 1788. január 22-én született, és akkor a teljesség kedvér Francis Bacon, brit filozófus államférfi, neki is a születésnapja van, 1561-ben ezen a napon született, és ne felejtsük el tisztelegni a magyar kultúra napján, mert hogy 1823-ban Kölcsei Ferenc pont január 22-én tette le elégedetten a pennáját, és írta alá a himnuszt, úgyhogy ezen a napon készült el állítólag a himnusz, ezért tisztelgünk a kultúra alapja előtt. Uh -huh. Oké, okay. most pedig akkor természetesen Cseh Tamástól játszunk egy dalt, aki 43-ban született ezen a napon, és hát sajnos már 2009 óta. Nincs velünk, nekem külön személyes fájdalmam, hogy én csak úgy mérsékeltem, ismertem és kedveltem még fiatal koromban az ő zenét, és úgy később csavarodtam rá kicsit jobban, úgyhogy már élőben éppen nem láthattam. Viszont elég sok ismerősöm, igen, és csak történetek szintjén tudom, hogy milyen is volt az, amikor ő játszott. De akkor most egy Csetamás dallal emlékezünk rá.